Sziasztok! Remélem jól vagytok. Ma egy francia nyelv leckét fogok nektek bemutatni. Megmutatom nektek, hogy mit szoktam inni általában vízen kívül, meg kávén kívül, amikor arra jut a sor. Szoktam inni valami nagyon finomat, kefírt. De nem olyan kefírt, amire ti gondoltok, hanem víz kefírt. És megmutatom nektek, hogy hogyan készítem a víz kefírt. Nagyon finom. Szóval ilyen fermentált víz lenne. Ezt a fermentált szót meg kell, hogy nézzem. Vagy ezt hogy kell mondani magyarul, mert ez fermenté, franciául. Fermenté, az az erjedés. Szóval erjed a víz. Még akkor is, ha ez nekem nagyon furcsán hangzik magyarul, de mindegy. Szóval fermentálódik az egész. Ez nekem így marad, de nektek, ha könnyebb, erjed. Az ital, azt úgy kell mondani, hogy boisson. Boisson. Mm. Tudom, hogy ez megint egy ilyen nagyon ízés, hogy így az orrból jön, de boisson. Boisson, az az ital. A víz kefir, az a eau de kefir. Kefir, az kefir. Szóval ugyanúgy kell mondani, és hát a vizet azt már tudjátok, az a eau. Eau de kefir. Kefir víz. A frissítő, mert tulajdonképpen ez egy frissítő ital, szóval üdítő ital, azt úgy kell mondani, hogy boisson, szóval ital, rafraîchissante. 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 Boisson rafraîchissante. Rafraîchissante, azért mert azt mondjuk, hogy une boisson. Ez egy nőnemű szó. De különben azt is lehet mondani nyilván, hogy rafraîchissante nélkül, ha valamilyen más dologról van szó. Például, ah, c'est rafraîchissant de plonger dans la piscine. Frissítő beleugrani a medencébe. Ha tele van vízzel. Nyilván. És friss vízzel, nem termál vízzel. Nyilván. Szóval, c'est, az, ez, rafraîchissant, rafraîchissant, szóval frissítő, de plonger, beleugrani, dans, benne, la piscine, szóval a medencében. C'est rafraîchissant de plonger dans la piscine. A gingembre, az a gyömbér, gingembre, gingembre, gyömbér. A gyümölcsöt úgy kell mondani, hogy fruit, fruit, un fruit, egy gyümölcs, un fruit. Az őszi barack, az a pêche, 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 une pêche. A citrom, azt hiszem, hogy már egy másik videóban mondtam, de nagyon könnyű, c'est citron, c'est. Már franciául beszélek, keverek. Szóval ez, az, c'est. Citron, citron. De majdnem úgy kell írni, mint a citromot, mert C betűvel írjuk, de S betűt mondunk. Citron. És az áfonya, amire nem emlékeztem a videóban, az a myrtille. 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 Szóval ehhez a recepthez kell egy tiszta üveg valami, amiben bele lehet rakni mindent, hogy csináljuk a kefírt. Utána kell egy tiszta víz, én üvegbe szoktam venni, mert nem nagyon szereti a kefír a csapvizet, mert van benne hipó. Szóval az nem fantasztikus. És a hűtőben szoktam tartani. Ezeket a kis kefírgombákat, látjátok, hideg. Mert a hűtőben legalább nem szaporodnak annyira, mert különben csak szaporodnak, és már nem lehet tudni, mit csinálni velük.
mert ennyi nem kell tulajdonképpen. Szóval először is kell egy nagy evőkanál cukor. Ilyen barna cukrot szoktam belerakni. De akármilyen cukrot lehet belerakni. És mivel ez az evőkanál nem olyan fantasztikusan nagy... Még egy picit rakok bele. Így pont jó lesz. Rakunk bele cukrot, de a végén, mivel fermentálódik a víz, ezt nem tudom, hogy így kell lemondani magyarul tulajdonképpen, de franciául fermenté, amikor valami így... Hát fermentálódik. Máshogy nem tudom már megmondani magyarul. Na mindegy, úgy, mint amikor az uborkát is, meg a káposztát is csináljuk, meg ilyenek, fermentáljuk. Értitek, hogy miről beszélek. Mivel ezek a kis gombácskák megeszik a cukrot, így nem valami édes lesz ez a kefirvíz. Mondjuk én szerintem abszolút nem édes, de hát attól függ, hogy ki, hogy érzi. Ebbe még rakok egy száraz fügét, mert ez a víz alá fog menni, és amíg alul van a füge, addig még nincs kész a kefir, és ahogy feljön a füge, kész lesz a kefir. Szóval így nagyon könnyű tudni, hogy mikor kész a kefir. Nem tudom, hogy halljátok-e, hogy ezek így most buborékoznak meg minden, mert ki akarnak menni innen, meg akarnak szabadulni, szóval nem sokára megszabadítunk egy párat, nem az összeset, mert azért túl sok lenne, de halljátok, mennyire ki akarnak ebből szabadulni? Előbb belerakom a vizet, mielőtt belerakom a fügét, így könnyebb. Mert egy kicsit lusta vagyok, és így keverem össze a vizet a cukorral. Szóval utána teljesen feltöltjük vízzel. Ez a kis füge, ami teljesen az alján van, ahogy látjátok. És hát szabadítsunk meg egy pár kefir gombácskákat. Három kanalat rakok bele. Most lehet pihentetni így a kefirt egész éjjel. Mivel nagyon-nagyon meleg van, egy éjjel alatt kész a kefir, szóval feljön a füge. És egy dolgot, amit akartam még mondani, hogy ezek a kis kefirgombácskák nem szeretik a fémet, és azért van nekem egy ilyen műanyag kanalam. Nem kérdeztem meg tőlük, de úgy tudom, hogy nem nagyon szeretik, és így nem akarom őket sem megölni, se semmi, mert nem vagyok ilyen gyilkos valaki. Szóval így hagyom, hogy szaporodjanak a műanyag kanállal. És legalább tudom, hogy jól érzik magukat, meg minden, és így nekem is jó lesz. Minél tovább hagyjátok benne a kefirt, minél buborékosabb lesz. Én nem nagyon szeretem a nagyon buborékos dolgokat. Szóval én egy éjszaka után ki szoktam venni, de lehet hagyni egy picit, ha szeretitek, amikor nagyon buborékos. Becsukjuk. Várunk egy egész éjszakát. Itt van az én kis kefírem. Gondoljátok, hogy esténként szoktam csinálni, és reggelenként kiszoktam venni azt, amelyik már kész. Szóval ezt tegnap este csináltam, és ez már kész. Így meg tudom mutatni nektek, hogy utána mit csinálok vele. A kis füge, ahogy látjátok, ott úszik, szóval kész a kefír. Szóval így néz ki a füge, ami így feljön a tetejére, így úszik benne. Ahogy mondtam nektek, a kefir nem szereti a fémet, és így direkt vettem egy ilyen műanyag szűrőt, hogy át lehessen majd szűrni a kefirt, és utána visszarakni a hűtőbe. Szóval elkapom a fügét, és én kidobom tulajdonképpen. Soha nem kóstoltam meg, de szerintem nem lehet. Nagyon fantasztikusan jó, szóval én ezt kidobom. Ha meg akarjátok próbálni, hogy milyen íze van, nyugodtan, de én nem. Majd írjátok be a kommentekbe, hogy milyen íze volt. Nagyon meleg van. Hopp.
szóval itt átszűrjük az egészet. Ezeket a kis kefirgombácskákat egy kicsit le kell öblíteni, mielőtt visszarakjuk a hűtőbe. Szóval én tiszta vizet ide belerakok. És így öblítem le. Nagyon-nagyon buborékol, meg akarnak szabadulni. A kefirt nagyon picit cukrozott vízbe tartjuk a hűtőben. És ezt vissza lehet rakni a hűtőbe. Most ízesíteni fogjuk a kefirt. Ezeket a gyümölcsöket ide rakom, mert egy kicsit le kell, hogy vegyek belőle, mert túl sok van. És gyümölcsökkel ízesítjük, úgy gyümölcsöket vágunk bele. Yes! Szóval egy kicsi ilyen... Már nem tudom, hogy hívják magyarul. Szóval egy kicsi ilyen gyümölcsöt rakunk bele. Ja, igen, áfonya! Vágunk egy kis citromot. Ez bio citrom, és megmostam, szóval nem lesz semmi baja a kefirnek tőle. Egy kis őszi barack, vagyis egy darab belőle. Én a gyümölcsöket, mivel drága bio gyümölcsöket szoktam belerakni, mindig megeszem, miután megittam a kefirt. Hát nem olyan édes, mivel a kefir még mindig dolgozik, még akkor is, ha már nincs a vízbe, szóval még mindig fermentálódik az egész. De szóval utána a gyümölcs már nem lesz olyan édes, mivel megeszi a kefir, víz az édességét, de én attól függetlenül még meg szoktam enni, mert így is úgy is finom, még akkor is, ha nem olyan édes. Akkor ez egy marakuja. Tudjátok, hogy mennyire szeretem az ilyen gyümölcsöket. És ezt is bele fogom rakni, mert tök jó ízet ad neki, és hát én nekem nagyon tetszik. Szóval nézzétek, milyen belül. Nagyon szép, tök finom. Mindenhova lefolyott a lábamra, de mindegy. Kicsit mindenhova rakom az egészet. Nem nagyon kéne, de mindegy. Keverjük egy picit. A kefirvízben tulajdonképpen azt rakunk, amit akarunk, ami tetszik nekünk. Tök mindegy, milyen gyümölcsöket, lehet belerakni mentaleveleket is, vagy bazsilikumleveleket is. Tök mindegy, ami nektek tetszik. Én belerakok egy kis gyömbért. És ezt így pucolom egy kis kanállal, így levakarom róla a héját. Tök könnyen lejön. Itt van. A gyömbért is meg lehet enni a végén, de egy kicsit. Szóval én valamikor így eszek belőle egy darabot, vagy mit tudom én, de többet nem nagyon, mert egy kicsit csíp. De ezt biztos tudjátok ti is. A kefir fermentálódik tovább, amíg nem rakjátok a hűtőbe. Kint lehet hagyni még egy picit, mondjuk nem is csak egy picit, amennyit akarjátok, hogy tovább fermentálódjon. Ha nagyon-nagyon buborékosan szeretitek, akkor kint lehet hagyni, mit tudom én, még 10 órát, és utána a hűtőbe rakni. Mert ahogy a hűtőbe rakjátok, úgy megáll a fermentálódás, szóval, vagyis nagyon-nagyon lelassul. Én nem nagyon szeretem, amikor nagyon buborékos, így csak 1-2 órát hagyom így kint a gyümölcsökkel együtt, és utána belerakom a hűtőbe. És így néz ki készen. Nagyon finom. Még akkor is, ha itt még nincs annyira az íze a gyümölcsöknek, így is finom. Ez a fermentált víz. Nekem nagyon tetszik.
Remélem, hogy tetszett ez a kis recept, és nem sokára találkozunk egy másik videón, vagy egy francia leckén, vagy máson. Sose lehet tudni. Sziasztok!